Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik, van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik. Támogatunk a létesítményüzemeltetés szakértője a B+N N referencia ZRT. B plusz Egy élhetőbb világért dolgozunk. Applikációk, robotok, drónok, blockchain, miért pont a létesítményüzemeltetésben ne lennének ezek bevonhatóak? Az egyik szakportál, az FM Business csinált egy összeállítást arról, hogy hogyan lehet ezeket a technikai újdonságokat berakni a, a létesítmény üzemeltetésbe, és ez azért jó, mert hogyha ilyen helyen dolgozatok, akkor nem árt, hogyha felkészültök például a drónok alkalmazására. Hát remélem nem azt fogják monitorozni az épületen kívülről, hogy munkaidőben kipasszi ennél azért bonyolultabb például az épület biztonság és ellenőrzés szempontjából lehet ezeknek szerepe. Felmérhetők például a viharkárok és folyamatos mozgással adatpontokat fognak elemezni a drónok, kérem szépen, és ezzel lehet majd növelni az épület biztonságát. Marha jó lesz majd, hogy ülsz egy bazin egy irodaházba, és kívül meg jönnek a drónok, és nézik, hogy a viharkár, meg hogy ennek azért elég komoly adat biztonsági kérdései vannak, hogy mit lát a drón, és mit vesz fel a drón, mi történik az irodában, arról nem is beszélve, hogyha mondjuk a tárgyalóban egy fontos prezentáció zajlik, ami üzleti titkok vannak, az meg pont méri a viharkárokat téve, akkor belém, biztos belém állna az ideg, hogy mit vett fel, és mit nem. Jó, de hát milyen, gyakran közül... milyen gyakran van viharkárna? Tehát ez csak egy... Aztán, mobil Néven, applikáció. Több épület az már... fog alkalmazni egy drón. Igen. Na. igen. A mobil, meg hát majd gondolom a bérlőket értesítik e-mailbe, hogy cégünk drónos állapot felmérésre. ez a másik fejlesztési a pont. Mobil a, pont, hogy mobil alkalmazásokban ez is áthelyeződik minden az igen. appokra. Csinálnak a majd takarítási applikációt. Megnyomod, és akkor viszik a kukát rendeléseket lehet lebonyolítani, tárgyalót foglalni, hőmérsékletet, világítás szabály, ez egy klassz dolog. Persze, de kinél van mag, de kinek van hozzá, te hozzáférése. Tehát amikor valaki letekeri a klímát, a másik visszatekeri, tehát ugye... Darásfészek. Ez azért ez nem, nem egyszerű életem, kérdés. Életem, Sok kirodában. vezetőként életem egyik megoldhatatlan és számtalan frusztrációt, idegeskedést, ordítozást okozó problémája a klíma. Ültek az irodában, két táborra szakadva az emberek, az egyik fázott, a másiknak melege volt. De Tegyél nem igazság! Tudsz nem tudsz én, mondtam, én, én ott hagytam abba, hogy engem hagyjanak békén, ha nem csöndesedik el a jövő hétre ez az egész, egy százas szöget fogok beleverni a klímavezérlőjébe. Így oldottam meg a problémát az én szempontomból, mert hogy engem nem nyaggattak vele, Sziget. de azért megmaradt. Az ez. én eddigi tapasztalatom alapján a konszenzusos, és még éppen-éppen elviselhető hőmérséklet, ez a 22 fél 23, amiben rengetegen megfagynak, rengetegen izadnak, mint a ló. De nagyjából úgy vannak vele, hogy a több, ez az, amit még úgy mindenki éppen a határ eset, vagy a teteje, vagy az alja a fázósaknak, meg a a hideget szeretőknek, hogy itt van nagyjából a kapcsolódási pont, amikor elindul a kinek nagyobb a igen. a sarzia és, és igen. a föltekeri, és... letekeri, igen. és hol... Hát egyébként. Nagyon... egy tök komoly probléma is pont az, az irodákban. Na hát a... ezért volt neked nagyon jó kérdésed, hogy és a mobil applikáción kinél lesz a Gomb, aki majd feltekerheti, meg letekerheti a hőmérséklet szabályozott, nem lennék a helyébe ugyanis annak, akinél ez a gomb ott lesz. Ha adminisztrációs vezető lesz, ha maga az elnök vezérigazgató, mert ez egy darásvészek. Na de az önvezető járművekre még térjünk ki, mert hogy a jövőben kevesebb parkolóhelyre lesz szükség. Mondom ezt Schmidt aki e, hát a teljes idegőszoblás szélén érkezett be dolgozni, de már elmúlt. Erre hozott egy zavaros flaskát, amiben gyanítom, most lesz, de mivel nekem még utána nagyon fontos dolgom van, én meg nem merem kóstolni, mert ki tudja, milyen hatása van. Biztos nagyon finom. Ugye de... most még a rovatban vagyunk, ja, vagy, a hírek, vagy, ez a vagy a hírek vagyunk, felvezetőnél tartunk. Mert hogy a parkolóhelyek, önvezető járművek, stb. stb., hát nem lesz szükség elvileg a mély garázsokra, meg nem lesz annyi parkolóhelyre szükség, ha önvezető járművek lesznek, mert azok majd tovább mennek. Azok Na, nem állnak a... be keresztbe, elfoglalva igen. három helyet. Aha. Mint ami Itt most reggel nem. szembesültünk. Fú, igen. igen. Ezért már vannak olyan épület tulajdonosok, akik el, el is kezdték a parkoló területeiket áttervezni, hogy mi lesz a még ha nem lesz majd, én ettől még nem félnek, mert ez nagyon-nagyon messze van ez az önvezető technológia gyakorlati alkalmazást, illetően mert a technológia ugye már majd, nem kész. És a blockchain. Nagyon sok a kérdés ezzel kapcsolatban is, egyre több létesítménnyel kapcsolatos adatot kell gyűjteni, és ezért a kiberbiztonság nagyon fontos és egy olyan biztonságos hálózat, amely az információk megosztását épületen belül, számlázás garanciák, kihasználtság, stb. stb. az épület üzemeltetőknek ez majd segíthet ebben, de hogy hogyan, azt nem tudja senki, mert hogy még a gyakorlati alkalmazás lehetőségét egyelőre csak vizsgálgatják. Úgyhogy ilyen lesz a szép új iroda, drónokkal, mobil applikációval, és a technológiai fejlődés ellenére tovább élő ugyanolyan problémákkal. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás, meg mint a karikacsapás. A millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője a B+N plusz B+N ZRT. B +N, Egy élhetőbb világért dolgozunk. Most hol lett a mély hírszerkesztő? Nem tudom, pedig úgy át akartam volna beszélni vele a ilyen prevenciós célzattal a mai ah, fiaskóját, hogy már majdnem kolleginát mondtam, de az nem szabad. Mindkét nem, nem. Kollégina, nem, Kollégina szót, azt töröltük a szótárba. is hozott Az benne meg lesz a hírek, meg újabb légitársaság szünteti meg a Ladies and Gentlemen köszöntést, mert nem elég gendersemleges, semleges, és csak kedves vendégeink, utasaink lehet. A Lufthansa után azt hiszem, hogy a Málta Air, úgyhogy a kolléginát kikevezessük mi is a szótárunkból, hogy kedves mi De mi lesz a vers? mi lesz a vers? Mi lesz a versmondó lánya? Versmondó? A verse, Figyelj a, engem, a... nyugodtan lányozhatok. Nem, nem. De, de, de nem, de nem, úgy működik, hogy most tőled Azért kérünk. Mi mert, ja, a tudom, tudom, mert mi már volt rá példa, mi, hogy megkaptátok. Mi, mi, mi a világgal. Nem, nem, mi ketten navigáltuk bele magunkat Smittandival, egy, uh, egy olyan, uh, olyan uh, hát hogy emancipációs vitába emlékszem. Emlékszem. De ne, én, mert, én nekem semmi bajom nem volt vele. Be... Igen, de a esmik, hallgatónak volt. És bajom. a hallgató annyira kiakadt, hogy írt több levelet is, és én már nem bírtam neki elmagyarázni, hogy régió viszony, ő is benne van a dologban. Szeretünk már, csipkelődni. Kollégém, csipkelődünk, stb. 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 Nem nyugodott meg a hallgató, úgyhogy a Smittandi is írt neki egy levelet. Tényleg? Hogy, tényleg? Igen? Igen? Erre már nem is emlékszem. De írtál neki levelet, tényleg? és arra is visszajött, hogy te nem tudod a ja, érdekeidet védeni, majd ők tényleg? tényleg, igen. Igazad van. Nagyon kemény volt. Én most egy eleresztettem volna. Úgyhogy Vigyázok, vol mert éppen eleresztettem volna egy megjegyzést a Baseball sapkás fizimiskádra ja, nem, nem, De volt idő, nem volt idő, nem volt idő sem tehetem, ezt sem tehetem. Ez, ez ha, az, az a jó. Okay. Semmi esetre, sem az én jelenlétemben. Nagyon hétfő van. Na, szóval mi lesz a, a, a mi hírszerkesztőnk által kiválasztott hírcsokorban? Az Szőlő. a baj, nem, majd, már arra kell koncentrálni, hogy nehogy véletlenül valami olyasmit mondjak. A szőlők, igen, mi elverte a jegeső vagy mi? Nem, szüreteltünk hétvégén, azért hoztam. Aha, akkor az tényleg most, akkor András jól, az most, ismerte must. meg a kis zavaros De András, folyam, ez még nem murci. Ezt e e e a gyerekem vissza a reggeli volt belőle egy kortyot. Nyugi, 11 éves, nyugodtan megkóstolhatod. Egy közelgő kö makrogazdasági podcast beszélgetés <laughs> közben a te mustod miatt azt kell mondanom, hogy mielőtt az inflációra rátérnénk, elnézést kérek, akkor nem tudom, mi lesz. Tényleg nem, nem, nem. Addig Kérdezzük meg, nekem izgat, hogy mi legyen a versmondó lány ja. gendersemleges verziója, tehát nagy a nagyon most elfogadott, mert hogy nem tudom, hogyan lehet, nem? Annyira... Versmondó lány ezer éve nem mondott verse. Utoljára tudod kiknek? gyerek pandémia alatt karantén alatt a gyerekeknek, az osztálytársaknak. Tényleg? Készítettem egy verset, azt és képzeljétek el, a hogy létszük. majdnem tízezeren látták a youtube Komolyan? Hát. Igen. Tök Én jó. is meghallgattam. És csomó vagy. gyerek írt, hogy ezáltal Igen. tanulta meg. Igen. Folytasd, de ezt már megbeszéltük. Észre sem vettem. Tehát Itt azért... volt a kántor, és megbeszéltük, hogy mi fogjuk futtatni a, a, <laughs> a az irodalmi karrierjét. <laughs> <laughs> Beveszünk a millás reggelit. Hát figyelj, kellemesebb nem már bocsánat, mint híreket mondani. Na jó, Itt hát most, most szeretnénk. de egyébként tényleg is. miért álltál le vele? Mert időnként mi javasoltuk, de egy csomó szót te magad hoztad, és mindig nagy sikert aratott, mi is tökre örültünk neki. Ez, a, az otthoni jó. Karanténa... Ja, jó oké. Egyébként komolyan te mondom, mondom hogy, része. hogy a kult ahol néha azért megküzdünk azzal, hogy olyan tartalmat nyújtsunk, ami, ami, a, ami, sokakat érdekel, és voltak már kísérletek, hogy a stáb olvasmány élményeit megosztottuk a, a hallgatókkal a könyv ajánló formájában. Szerintem oda is beférne egy-egy ilyen valami nagy évforduló ja, kapcsán. Ó, Úgy a stáb kedvenceit, mindenki választ egy verset, és akkor azt majd Schmidt Andi tolmácsolásába. Én már választottam, azt le is nyomtuk. Emlékszel? De csak, a... csak is gendersemleges. Az annyira a semleges volt, amit én választottam Tudom. a Faludi Györgynek, az a foltozott írhájú német zsoldosok. Emlékszel arra? Azt Igen. Az le is ment adál. Azt pedig nem is szeretted. Na jó, térjünk erre vissza, folytassuk. Igen. Majd. De most hírek. Most hírek műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.